Solymosi Áron, 7. A, felkészítő tanárom, László Éva. A bolondos legény. Volt egyszer egy szegény ember, aki holta után 3 fiára egy bikát hagyott. A fiúk úgy egyeztek meg, hogy mind a hárman építenek egy pajtát, s amelyikbe a bika belefut, azé legyen. Építenek is. A két nagyobbik olyan cifrát, hogy még a pap is ellakhatott volna benne. A harmadik kicsit bolondos volt, hitván nyírfa vesszőből font egyet. Eresztik a bikát, hát az egyenesen a vessző pajtába futott. A két nagyobb is sokáig bosszankodott, dők akarták így. Oda kellett adniuk a bikát a bolondnak. A fiú egyszerűbe kötelet font a bika fejébe, s úgy ment a vásárba. Amint megy az országúton, nagy szél kerekedik, s egy horgas fűzfa elkezd nyikorogni. Aha, gondolja, ez biztosan meg akarja venni a bikát. Mit adsz érte, hé? De a fűzfa csak nyikorgott. Aha, ennek biztos úgy kell, ha mind a két szarvát leütöm. Fogta a fejszét, s egy lendítéssel mind a két szarvát leütöttem. De a fűzfa csak nyikorgott. Nincs most pénzed? Nem baj, csak szerencse. Majd eljövök jövő héten, ha arra járok. Az ördög kötötte a bikát a fához, majd elindult hazafelé. Kérdik otthon a bátyai. No te bolond, eladtad-e a bikát? Meghiszem azt, s kinek adtad el, te bolond, mert tudom, hogy istenesen megcsaltak vele. Jó helyen van az, hé. Eladtam egy ordas fűzfának 40 forintért. Hát a pénz hol van? Majd megadja jövő héten, ha arra járok. No te világ bolondja, az bizony jól eladtad, majd megkapod az árát borjúnyúzó nagy pénteken. A bolondos legény nem is ederített bátyjaira. Egy hét múlva elment a fához, de az még csak annyit sem mondott, hogy Mihály bá. Úgy-e? Hát ez a becsület? Fogta a fejszét, s egy isteneset belevert a fűzfába, úgyhogy az gyökerestű kidőlt a földből. Nézi a helyét, hát egy égtelen nagy üspénz van alatta. No, hallod, ebből már elviszem a tartozásodat. A többit meg elviszem kamatnak. Úgy, amint volt, kiemelte az üstöt, s elindult hazafelé. Nézik otthon a bátyai az égtelen nagy pénzt, össze súgnak, búgnak, hogy ez a pénz jobb volna nekik, mint annak a bolondnak. A bolondos legénynek jó füle volt, meghallott, amiben Sántikának testvérei, s este elszökött hazúrról, s reggel egyenesen a királyhoz ment panaszra. Annak a királynak olyan lánya volt, de olyan, hogy még soha emberi lélek meg nem tudta kacagtatni. Amint meghallotta a bolondos legény panaszát, úgy elkacagta magát, hogy az egész ház tájék az enged belé. Mondja a király, no, te legény, én megfogadtam, hogy aki megnevetteti lányomat, annak adom, s nem másítom szavamat. Neked adom lányomat, s fele királyságomat, a testvéreidet pedig elkergetem az országból. Ne kergesd el őket, kérem, majd jók lesznek az udvarva béreseknek. Jól van, teljék kedved. Csaptak aztán olyan lakodalmat, de olyat, hogy 7 nap és 7 éje még a ló is bort ivott. Aztán a szerelmes pár beleüt egy tojáséba, letutajozott a kiküllön, s ha kiszállnak, legyenek a ti vendégeitek.